hétvégén a mozgalmas időjárás egyelőre elkerüli a Kárpát-medencét, viszont hétfőtől kezdve ismét ciklonok keresztezik a térséget, ez pedig egyetlen a csapadék képződéssel, illetve a gyakran változó irányú és itt-ott megerősödő széllel. Üdvözlöm a kedves nézőket, az M1-en Fejős Ádám vagyok. Épp egy hidegfront oszlik fel tőlünk északkeletre, ebből a frontból elsősorban a Kárpát-medence keleti harmadában lehet további csapadék. Mögötte változó nedvességtartalmú légtömegek érkeznek, a legtöbb helyen azért kisüt majd a nap. Viszont egy hatalmas frontrendszer húzódik tőlünk nyugatra, melynek nem is a meleg, hanem sokkal inkább a hidegfronti szakasza érint bennünket elsősorban hétfőn, kora reggeltől. Kelet-Európában van vitán felül a leghidegebb, mínusz 22 fok lesz Moszkvában délután. Ehhez képest Közép- és Nyugat-Európában az évszakhoz képest több fokkal melegebb idő valószínű, röpködnek a 10 fokok, amik statisztikailag mindenképpen többletnek számítanak, nem csak nálunk, hanem tőlünk még délre, délnyugatra is. Itt a lecsengő csapadék elsősorban délig bezárólag lehet jellemző a határon túli keleti, északkeleti részeken. Napközben a legtöbb helyen kisüt majd a nap ország határainkon belül, viszont az Észak-Alföldön és attól északra, északkeletre, valamint a Nyugat-Dunántúlon rosszabbak lehetnek a látási viszonyok a ködfoltok miatt, vagy ha fel is oszlik a köd, megemelkedik és rétegfelhőzetként továbbra is kitakarja a napot, de legalább a látástávolság javulhat. Estétől aztán megint ködképződés valószínű, esetleg ezeken a tájakon lehet szitálás, másút csapadék nem lesz. Ahol kisüt a napot, 9 és 12 fok között valószínű a csúcsérték, másút elsősorban a zöld, illetve kékes színnel jelölt területeken csupán 5 és 8 fok között valószínű a csúcsérték, ami közelebb van ugyan az átlaghoz, de még az is fölötte van. Vasárnap átmeneti melegedést hoz a ciklon előoldala, déli áramlás szállít a napos területekre 14-15 fokos levegőt, a köd továbbra is blokkolja majd a nappali felmelegedést, legalábbis minimumon tartja 5-6 fokos csúcsértékkel. Hétfőn délután, illetve az esti órákban megkezdődik majd a lehűlés. Csapadékra sokfelé számíthatunk, eső záporok formájában. Kedden még esetleg keleten eshet az eső, aztán ezt követően a hét második felétől egy újabb ciklon érkezik, és ebből a hidegfrontból északkeleten már akár havazhat is. A szánhúzó kutyák még ma is népszerűek a nomád közösségekben, vagy olyan havas területeken, amiket gépjárművel nehéz megközelíteni. Ilyen például Grönland. Elsősorban a tehervontatásban és a vadászatban van kiemelt szerepük. Nézzük azonban most, hogy hogyan áll össze a csapat. Elő vannak a vezérkutyák. Ők a legokosabbak és leggyorsabbak. Ők tudnak önállóan döntést hozni például egy olyan helyzetben, ha jégmezőn kell áthaladni. Ösztöneikkel, ha nem érzik biztonságosnak a terepet, akkor akár az emberi utasításnak is ellent mondhatnak. Utánuk jönnek a csapatkutyák, ők segítenek a kanyarodásban. A fogat előtt közvetlenül pedig a legerősebbek vannak befogva, hiszen ők húzzák igazán a súlyt. A leghíresebb szánhúzó kutya Baltó volt, aki társaival együtt egy alaszkai városkába vitt járvány elleni oltóanyagot. A behavazott, igazán nehéz terepen az 1085 kilométeres távot a csapat a megszokott 30 nap helyett mindössze 5,5 nap alatt teljesítette. Baltó szobra ma a New York-i Central Parkban látható. Felhőtlen időtöltést kívánok, viszontlátásra!